Következő akkord a C-moll lesz, amit megtanulunk. És ezzel el is érkeztünk a bárrés akkordok világába, bár egyszer a D-durnál már szóba került érintőlegesen, hogy mind a négy húrt le kell fognunk. De ott, meg ugye az E-durnál is. De a D-durt egyrészt lehet máshogy is, meg ugye az E-durt is lehet máshogy is. De a C-mollnál nem kerülhetjük el a részleges, vagy a teljes bárrét. Amilyen könnyű a C-dur, ezt nem mondom, hogy annyira nehéz a C-moll, de mindenképpen jobban meg kell tornáztatnunk, meg kell mozgatnunk a mutatójunkat. Most kétféle módon lehet a C-mollt lefogni. Az egyik az, amikor a teljes fogólapra így szépen ráfeszítjük a mutatójunkat, és mind a négy húrt lefogjuk. Ne hajlítsuk be semmiképpen így az ujjunkat, mert sokkal kisebb nyomóerőt tudunk kifejteni, és nagy eséllyel valamelyik húr csúnyán fog szólni. Tehát, ha lehet, nem is kell teljesen egyenesen kifeszíteni, de amennyire lehet, azért a teljesen behajlított, meg a teljesen egyenesen kifeszített között majdnem teljesen kinyújtott állapotot próbáljuk megközelíteni, és ezeknek az ujjainknak meg az a feladata, hogy akkordtól függően kerüljék ki ezeket a bent lévő húrokat. A C-mollnál, és most a neheze fogást mutatom először, egy teljes bundot kihagyunk, itt nem fogunk semmit, és lehet ezt középső ujjal is fogni, itt a negyedik húrt, vagy gyűrűssel. Kinek melyik esik kézre? Lesznek olyan helyzetek, amikor muszáj lesz, mondjuk egy dallam miatt középsővel fogni, de hogyha nem játszunk dallamot, csak akkordozunk, akkor talán a gyűrűssel könnyebb odaérni. Hiszen bár mindenkinek a középsúlya a leghosszabb, de azzal meg egy picit ugye nyújtózkodni kell, tehát a hosszból fakadó előnyt ezzel a nyújtózkodással egy picit el is veszítjük. Úgyhogy most nézzük. Maradjunk a gyűrűs ujjnál. Tehát a gyűrűs ujjal kikerüljük az 1-es, 2-es, 3-as húrt, és ide letesszük szépen az ötödik bundra. Tehát 5, 3, 3, 3 ennek a számmal leírt változata a C-mollnak. Még egyszer. Bárré, mind a négy húron lent a mutatójunk. Egy pont kihagyás, és ide a negyedik húrra, tehát a G-húrra ide letesszük. Vannak, akik ezt úgy játszák, hogy úgy akár írják is, mutatják, hogy elég ezt a három húrt lebárézni, és ide föl tesszük akkor a negyediket, ami igaz is, mert ilyen értelemben itt fölöslegesen bárrézunk, hiszen egy lefogott húr mögött, hogy mit játszunk, az mindegy, mert nem szólal meg. De szerintem úgy nehezebb bárrézni, hogyha itt csak hármat fogunk, és akkor kicsit ki kell tekeredni a kezünknek, hogy elérjük. Így is lehet, de szerintem sokkal kényelmesebb az egészet. Lebárrézzük, mert akkor nem kell a kezünket ilyen irányba, csuklónkat ilyen irányba tekerészni, hogy elérjük ott fönt az ötödik bundot, hanem csak puff, ide letesszük, ezt pedig ide mellé. Ez az egyik lefogási módja, tehát a C-mollnak. A másik pedig az, hogy az 1-es, 2-es, 3-as húrt bárrézzük le. Ez is egy C-moll. Magyarul ez a húr üresen szól. Ez nem nyúlunk hozzá. Az összes többi ujjunk pihenhet. Tehát ugye ez volt a C-dur, ez pedig a C-moll. Mind a kettő verziót érdemes gyakorolgatni, akár váltogatva. Egy akkordot fogunk, ugyanazt az akkordot fogjuk, picit más hangösszetétellel, vagyis a hangok ugyanazok, csak más sorrendben jönnek, de mind a kettő szabályos C-moll. És ha ez megy, próbálgathatjuk mondjuk egy ilyen G-mollal, egy kicsit ilyen barokkos hangzást kapva. G-dur, előbb mondtam volna, bocsánat, tehát G-dur, C-moll, G-dur, C-moll, G-dur, C-moll, vagy G-dur, és akkor ez a fajta C-moll.
F-dur. Ez a C-moll. Mindenkinek jó új tornáztatást is. Gondizzatok sokat a mutató ujjatokkal, mert a bárai akkordokhoz szigorú és izmos, erős, feszes mutatóira van szükség, amelyik nem riad vissza attól, hogyha több húrt is egyszerre sokáig kell lefogva tartani. Úgyhogy C-mollra föl, kitartó gyakorlást kívánok hozzá!